A női vízilabda válogatottunk teljesítménye a budapesti vizes VB-n tulajdonképpen egy dologtól függ, hogy mennyire van egyben a csapat. Erről kérdeztük Cigány Dórát, Szűcs Gabriellát és Gangl Edinát. Egy csapat tagjának lenni azt jelenti, hogy ti barátok is vagytok? Szerintem mindenképp. Főleg, hogy annyi időt töltünk együtt, hogy ezt nem lehetetlen elkerülni. Még nem is akarjuk. Hogyan néz ki nálatok egy konfliktus helyzet? Szerintem attól vagyunk jó csapat, hogy tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket, és tudjuk, hogy melyik emberhez hogy kell viszonyulni. Tehát van olyan, aki látszik, hogy húha, elborul, de tudjuk, hogy őt hagyni kell. Viszont van olyan, akit oda kell menni, rá kell tenni a vállára a kezünket, és akkor azt mondani, hogy nyugi, a következő jó lesz. És szerintem ezeket a helyzeteket már jól tudjuk kezelni. Legfontosabb szerintem, hogy az adott mérkőzésen ezt abban a pillanatban vagy próbáljuk megoldani, vagy próbáljuk meg elfelejteni olyan szinten, hogy ne eszkösse le a figyelmünket, mert akkor szokott az lenni, hogy minden mással foglalkozunk, csak nem a mérkőzéssel, és ez soha nem sül el jól. A tapasztalataitok szerint mi kovácsol jobban össze egy csapatot, a kudarc vagy a siker? Csapat vagyunk, hogyha hibázunk, akkor együtt hibázunk, hogyha kikapunk, akkor együtt kapunk ki, viszont hogyha nyerünk, akkor együtt nyerünk. Nekem ilyen emlékezetes momentum talán az Európa-bajnokságon volt, ami egy rossz kezdés volt, és igazából úgy kudarc, mert azért elég simán kikaptunk tőlük, és aztán utána egyberázódott a csapat, és csapatként mentünk tovább, és abból a rossz emlékből aztán egy fantasztikus, inkább sírós, mosolygós vége lett a dolgoknak, úgyhogy bennem ez maradt meg, hogy ott egy vesztes meccs után kellett csapatként működni, és utána pedig együtt nyertünk. Most úgy érzitek, hogy minden adott ahhoz, hogy jól sikerüljön ez a VB? Szerintem abszolút. Minden tényleg, mindent megkapunk, amit szeretnénk. Nagyon jó helyeken készülünk, mint most is látszik. És nyilvánvaló az, hogy itthon lesz a VB, az még aztán még nagyobb dobást ad az egésznek.